Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél ismételten, és a mai napon ismételten folytatom a My Two Pony Game Love legújabb frissítésének az eventjét, ezúttal azzal, hogy ismételten be fogom fejezni a küldetés sort, ugye már, mert legutóbb ott hagytam abba, hogy ezekkel gyűjtenem ilyen hozzávalókat a úgynevezett jakszoborhoz. És ha minden igaz, már pedig ennek tényleg úgy kell lennie, így is van. Megvan kedves Jonának a nagyapja is, kedves nagypapus. Lássuk akkor, mi a szöveg. No, don't tell me you smashed them too. Hát szóval azt, hogy azt mondja, hogy nem mondja azt, hogy azt is szétzúrta, úgymond. Mondom, ez a szoborról kérdezi. Of course not. Most fire is for special family rituals. Last year ritual for Yona. All young family gather around Yona and bring Yona hair for first time. Jó, szóval, hogy persze, hogy nem tölte szét. Igen, mert hogy ez a szobor úgymond a család, tehát a különleges családi rituáléhoz tartozik. Legutóbb, tehát tavaly, hogy legutóbb, mikor ez volt, akkor Jonát körülállta az egész család, és hát mondjuk azt, hogy hogy brizgálták a haját, maradjunk annyiban. Első alkalommal úgymond, igen. And you don't even have to win a contest to make them do that or anything? Nem tudom, valamit, hogy ez esetben nem nyert valamit, vagy ilyesmiről van szó, ezt nem tudom teljesen értelmezni. Ja. What smolder mean? No contest during Indler Fest. Every yak already know they best at everything. Ja igen, szóval, hogy talán megnyert valamit, vagy ilyesmit, hogy ezt kapta, és akkor mondja. És akkor kérdezi Jona, hogy mégis mit ért ez a smolder. Nincsen ennek semmiféle versenye, vagy hasonló. Pardon, ezen a fesztiválon. És hogy minden nyak jó valamiben, ezt sem teljesen tudom pontosan értelmezni. I explain after my talk with Hedner Twilight. Igen, csak azt mondja, most ő neki kell beszélnie Twilight igazgatóval. Mondom, akkor ezt most meg kell várni, igaz? Azt mondja, Smolder interview, tehát hogy most Smolder beszámolója. Várjunk egy kicsit, ez ilyenkor van. Hát akkor ez most este 10-kor lesz, igaz? Milyen nap is van ma? Uh-huh. Jó. Oké, szóval wait for Smolder to get back from an interview. Tehát hogy meg kell várni, még Smolder visszatér a beszámolójáról. Pardon. Jó. Ez nem lesz olyan nehéz. 20. helyen vagyok, hát jó. Oké. Mondjuk, hát hova kéne vele menni, hiszen ez nyilvánvaló, hogy hol lakik. Mert ez is kis Jakjakisztánban. Mondjuk arra vagyok kíváncsi, hogy róla mit ír a játék, mert jutalmat ez ugyanúgy nem ad, mivel hogy ez egy ötcsillagos karakternek számít. Egy pillanat türelmet kérek szépen, mármint a játéktól, hogy még belép. Na most jöhet, jönnek kell. Jonas Grandpa, this respected Jack elder knows all the best single fest songs. Well, he know at last one single fest song anyway. Tehát, hogy tehát azt mondja, hogy ez az öreg Jack minden ilyen fesztivál zenét tud. Hát pontosabban csak egyetlen egy dal tud. Tehát ennek a egész dalnak a, tehát ennek a fesztiválnak a zenéjét. Jó van, ropjad a táncot, azaz. Nem fog megfájdulni a hátad, vagy csípőprotézised nem lesz, vagy ilyesmi. Oké. Okay. Szóval, hogy hát végülis milyen dalt lehet énekelni? Mondjuk karácsonyi dologból is van annyi, hát csengő szól, itt van már a tér, száncsengő, vegan szól a dal, meg a kis karácsony, nagy karácsony, meg, tehát hogy csendesé, stb. De akkor is így van. Oké, okay. Szóval
akkor az annyit jelent most ebben a helyzetben, hogy persze, hogy talán egy ilyenkor is repül, hogy... Pardon. Na. De a lényeg az az, hogy akkor úgy tűnik, hogy ennyi lett volna már, és megint repül. De jó. Mondjuk annyit még gyorsan megmutatok, mert én még lezárom a dolgokat, mert van itt egy dolog, amit én meg akarok mutatni nektek. Ha kilépne a játék, azt mondjuk megköszönném. Mert ugyanitt nem látszik, hogy beadta volna a dolgot, de... Hát igen, megint bejött egy újfajta bundle a mostani frissítések kapcsolatban. És igen, jól lehet látni, hogy ez megint egy alakváltó, tehát egy changeling karakter. Hát mit kell szépíteni, ugyebár hát ez megint Oszalosznak a családjáról szó, tehát már volt anyuci, volt a hugica, volt a öcsike, és akkor most... Elnézést. Ha beadnál képet, akkor megmondanám, hogy ki ez. Igen, tehát Oszalosz apja, azaz Oszalosz dead, changing lantern és 50 lucky coin, tehát alakváltó lámpa meg 50 szerencse érme, ez 70%-os kedvezménybe kerül az egész, amit 3500 forintért lehetne megvásárolni magyar forintban. Hát igazából 5 is megvennék, csak hát még az van, hogy egy árva garasom sincsen. Mondjuk ez nem igaz, mert viszonylag lenne rá pénzem, hogy pontosabbak legyünk, csak már így is sokat költöttem ezzel a mai, hát mai, ez a mostani frissítéssel. Jó van. Tehát akkor ez annyit jelent most, hogy akkor két nap múlva tudok megint jelentkezni. Tehát, hogy mostantól kezdve két nap múlva fogok megint jelentkezni a játékkal. Mert akkor fog letenni a várakozás, de nem tudom, hogy miért este 10-kor. Na mindegy, este 10, ide vagy oda, az már úgyis hétvége lesz, mikor ezt folytatom. Szóval, akkor ennyi lett volna már a My Little Pony Game Loft. És innen fogom akkor majd folytatni a következő alkalommal. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, nézzük a figyelmet és visszat a következő videóban. Valamit, amit mindig szoktam mondani, külön minden brón és Pegasitől testvérnek, pedig külön brúf és viszlát.